Mindenkit sok szeretettel köszöntök. A mai alkalommal a kihúzás utasítással fogunk foglalkozni. A kihúzás utasítást elérhetjük a kezdőlapon, az ikonjára klikkelve, vagy beírjuk a rövidítését a parancsolba, ami a KH ö, rövidítéssel érhető el. Ha most ráklikkelünk a kérdőjelre, akkor a kihúzás, utasítás rövid leírását megkeresi nekünk az AutoCAD a súgóban. A leírás alapján láthatjuk, hogy ez a parancs egy területet körülzáró objektumból 3D sziráltestet, vagy egy nyitott végű objektumból 3D felületet képes létrehozni a számunkra. Nézzük meg, hogy hogyan is működik ez a nagyszerű utasítás a térbeli szerkesztési feladatoknál. Hozzunk létre a tégl, tehát a téglalap parancs egy téglalapot az XY síkon, a méreteit adjuk meg, ugye legyen a hossza mondjuk 100 egység, a szélessége meg mondjuk 50, meg kell adni ugye az irányát, hova szeretnénk letenni, és léte is jött a téglalapunk. Ez ugye egy zárt, önmagába záródó vonallánc, és most adjuk ki a kihúzás utasítást, Space vagy Enter, adjuk meg ezt a körvonalat a kijelöléssel, zárjuk le a kijelölést, és látható, hogy most már csak a magasságot kell megadnunk, ami megint csak legyen 50 rajzi egység és elkészült kihúzással egy téglatest. Jelöljük ki, és megjelennek rajta a fogók, hogy a test jobban látszódjon, átváltok koncepcionális témára. Oké. Okay. Láthatjuk, hogy itt a felső lapon megjelenik a háromszög alakú fogó, ezzel tudjuk módosítani a magasságot. Valamint, ha a sarokpontokat klikkelünk, akkor bizony, ugye a téglalaphoz hasonlóan itt a téglatestnek is az alakját tudjuk módosítani. Szóval az ilyen módon létrehozott téglatest, az másképpen működik a későbbi szerkesztések közben, mint a térbeli primitívekkel létrehozott téglatest. Tehát, hogyha kiválasztjuk a téglatest primitívet, és létrehozunk fele, megint csak, ugye megadja, megadva pontosan a méreteket a, a téglatestünknek, tehát 50 az egyik, 100 a másik, és megadva a magasságot, hogy megint csak 50. Ugye első ránézése teljesen hasonló modellt hoztunk létre, de hogyha ráklikkelünk, akkor bizony itt ugye több oldalon is megjelenik a háromszög alakú fogó, amivel tudjuk a primitívnek a méreteit módosítani, és ha a sarokpontra klikkelek, akkor bizony ugye megmarad a, a primitívre jellemző geometriai forma. Míg ugye, ha egy téglalapból kihúzással hozzuk létre, akkor át tudjuk szerkeszteni azt. Tehát nem mindegy, milyen módszerrel jutunk el ugyanarra az eredményre, ez attól függ, hogy mit szeretnénk majd vele a későbbiekben kezdeni. Jó, most visszavonom ezeket a műveleteket, és még egy nagyon fontos dolog van a kihúzás esetén, hogyha most elmozgatom a mozgatás parancsal, akkor látható, hogy a alap sík rajzunk, amit kihúztunk, eltűnt. Ez sokszor szerencsés, viszont komplexebb síkrajzok esetén azért szeretnénk megőrizni a kiindulási alaprajzunkat, ezért jó lenne, ha kihúzás után nem törölné azt az autóket. Ha beütjük megint a parancsolba a kihúzás parancsot, és rámegyünk a súgóra, akkor megtalálhatjuk, az információt, amit, amire szükségünk van, ugyanis a del ob rendszerváltozó szabályozza, hogy a forrás objektumok és a kiválasztott útvonal automatikusan törlődik-e, amikor a sziláltest vagy felület létrejön, vagy ugye erre a rendszer rá kérdez. Na most, írjuk be ezt a del ob rendszerváltozót a parancsorba, üssünk egy entet, és látható, hogy az értéke most az egyesen áll nálam. Tegyük át ezt nullásra. Hozunk létre most a kör parancsal egy kört, méretet tetszőleges, adjuk ki a kihúzás parancsot, majd húzzuk ki, magassága megint csak legyen 50 rajzi egység, ezzel biztosítottuk ezt, mozgassuk el, és látható, hogy megmarad az alap síkbeli kör rajzelem, ugye a kihúzás után. Most menjünk vissza a Dell OB rendszerváltozóra, tegyük vissza egyesre az értékét, és nézzük meg, hogy még mi minden ö, érhető el a kihúzás parancson belül. Lépjünk be, ugye adjuk meg a kihúzandó objektumnak a körvonalát, a kijelölést zárjuk le, és akkor láthatjuk, hogy van olyan, hogy irány, útvonal, szűkítési szög és kifejezés. Most, hogy fut az utasítás, a szűkítési szöget nézzük meg, klikkeljünk rá, ez a szög legyen mondjuk 5 fok, és látható, hogy ugye szűkíteni fogja a rajzelemünket az autóked, tehát a felső sugara kisebb lesz a hengerünknek, mint az alappunk sugara. Jó? Tehát ennek mondjuk a magassága pedig legyen 100 rajzi egység, és létrehoztunk egy újabb rajzelemet. Oké. A másik, amit meg lehet még nézni, az az irány. Például hozzunk létre egy felde egyenest, mondjuk így, és akkor fölfele az étengei mentén, ez biztos, hogy egy térbeli egyenes lett, ugye bármit fölvehetnénk most, és ezek után megint csak létrehozok egy kört, oké, okay és most ez az egyenes, amit létrehoztunk, fogja meg a kihúzás irányát megadni. Kiadjuk a kihúzás parancsot, kijelöljük space vagy enter, és most az irány funkcióba megyünk. Megadjuk az irányunknak az első végpontját, majd a másik végpontját, és szépen láthatjuk, ahogyan az autóked kihúzta az iránynak megfelelően a kör rajzelemünket. Jó? Ezek után nézzük meg az útvonal alapú kihúzást. Az útvonal alapú kihúzáshoz is létrehozok egy kört, itt tetszőlegesen, majd meg kell adnunk egy térbeli útvonalat, ezt most itt az elején... Ö Hozzuk létre a tárgyasztel segítségével. jó Tehát létrehozunk pár ö, fogópontot. Amit majd spline-nal fogunk ö, összekötni. Jó, tehát itt vannak a fogópontok a spline parancsot kiadom, úgy, elvileg megkaptuk a térbeli görbénket, hát meglátjuk, hogy képes lesz-e lekövetni a kihúzás parancs ezt a térbeli útvonalat, kiadjuk a kihúzás parancsot, megadjuk a körünknek a kontúrját, majd jön a útvonal, megadjuk, és tadám, szépen, kihúzta a körünket a térbeli spline-görbe mentén. Jó? Tehát ez egy útvonal mentén történt ugye a kihúzás. Na most azt láthatjuk, hogy szépen síkból, az XY síkból indította el a kihúzást, hiszen az alap geometriánk azon feküdt. Nézzük meg, mi történik, hogyha elforgatjuk, mert nem feltétlenül ezt szeretnénk a legtöbbször. Tehát a mozgatás parancsal elhozom a kört ide a spline kezdőpontjához, majd ugye átmegyünk forgatásra, és elforgatjuk 90 fokkal, látható a iránya, és akkor most jön az újabb kihúzás parancs, megadjuk a közünket, space vagy enter, alapkihúzásba vagyunk, jön az útvonal, megadjuk a spline-t, és szépen most már a spline görbe mentén kihúzta a közünket, az autóked. Jó? Tehát, hogyha rámegyünk, mondjunk, mondjuk röngen nézetre, akkor láthatjuk ö, a cső belsejében a spline útvonal görbénket. Ez egy klassz dolog, lehet próbálkozni, nem minden esetben képes egyébként kihúzni útvonal mentén az alaprajzolt az autóked, tehát azért ez egy nem egy csoda fegyver, de ö, nagyon sokszor el lehet érni a célt, amit ugye szeretnénk a segítségével. Jó, tehát nagyjából a kihúzásnak a legfontosabb funkcióit megnéztük, most pedig nézzük meg azt, hogy hogyan lehet tolással és húzással további cilátesteket létrehozni. Kitörlöm az eddigi rajzelemeket, és ö, hozzunk létre egy ö, csonka gúlát, ezt a primitívet válasszuk ki, jó? Mérete az most mindegy, a lényeg az, hogy a felső sugár, az kisebb legyen, tehát valami ilyesmit kellene létrehoznunk, most egy picikét eltoltam, de kijavítom, jó, tehát egy valamilyen méretekkel rendelkező Csonka gulát hozzunk tétre, és most jön a tol-húz parancs. Látható, hogy tol-húz, rámegyünk a súgóba. Hogy mi mindenre képes? Ugye ö, a kihúzás és tolás segítségével dinamikusan tudjuk módosítani az objektumokat ami fontos, és meg szeretnék mutatni, hogy van ugye a kihúzás és az eltolás. Az egyiknél ugye csak az alapsíkot egy adott magassággal megnöveljük, a másiknál pedig ugye eltoljuk egy adott irányba, és így ugye a gúrának a felső csúcsát tudjuk megváltoztatni, legalábbis annak a méretét, sugár méretét, ha a kontor billentyűt lenyomjuk. Jó, akkor ezt nézzük meg az alapokat. Tehát kiadom most a toll húz utasítást, és ugye meg kell adnunk a területet, jó? Tehát az objektumot, vagy a körülhatárolt területet, most itt a felső lapot fogjuk megadni. Figyeljük meg, hogy az élek vannak csak megjelenítve, kiemelve. Klikkelünk, és ugye jön a a magasság, tehát ugye meg kell adnunk a kihúzásnak a magasságát, ami most ugye megint legyen így szemre tetszőleges. Oké. Okay. Vonjuk vissza, és nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha lenyomjuk a kontor billentyűt. Tehát ha lenyomjuk a kontor billentyűt, akkor pedig a lapokat lehet kijelölni a térbeli objektumon, és ha most klikkelek rá, akkor ugye az eltolási távolságot tudjuk beállítani. Tehát nagyon fontos, hogy most ugye a kontroll billentyű lenyomása mellett választottam ki a felső lapot, és ugye az eltolási funkciót értem el így a segítségével. Jó? Ha megadunk, akkor ugye kihúzás van. Ha akkor pedig, ugye, ha a kontort lenyomunk, akkor látható, hogy az élek helyett a lap van kijelölve, akkor pedig, ugye, eltorlási funkcióba ö, tudunk ö, menni. És így egészen érdekes, izgalmas térbeli modelleket tudunk ö, kialakítani. Jó? Tehát ezek az alapok. Kicsit elforgatom a nézetkockát. Oké. Okay. És nézzük meg még, hogy mire jó ez a toll húz ezen kívül. Ugye rajzoljunk a, a példa a kedvéért a téglalap parancsal egy téglalapot, amelynek a méretei, hát megint csak legyenek mondjuk 50-100 rajzi egység, tegyük le, és ebbe ugye a, a, helyezzünk majd el furatokat. Na most, ha a tól húz parancsal rámegyek, akkor ugye egyből ki tudom húzni a térbeli objektumot. Oké. És ugye, hogy a furatokat el tudjam helyezni, akkor ebből a térbeli testből kellene kivonással, mondjuk hengereket kivonnom. De ehelyett megcsinálhatjuk azt, hogy ugye megrajzoljuk a síkbeli nézetét a szerszámnak, vagy bárminek, Mondjuk ezt szeretnénk kihúzni, és most ugye nem a kihúzással dolgozunk, ahol ugye meg lehetne adni egyébként több térbeli objektumot, és az egészet húznánk ki, hanem a tól húz funkciót, és látható, hogy megkeresi a határvonalakat, ez a parancs, és már is, már csak a magasságot kell megadnunk, hogy elérjük a célunkat. Jó. Tehát nagyon praktikus a kihúzás mellett ugye a toll húz funkciót is használni. Ugye megtehetjük azt, hogy csak egy kört húzunk ki, vagy például ugye a shift billentyűt ha lenyomjuk, akkor több kontót is kiválaszthatunk, és miután befejeztük a a kiválasztást, három hengelt húzunk ki. Jó? Tehát ezek a parancsok jól kombinálva már nagyon összetett térbeli modellek szerkesztését teszik lehetővé. Majd később megnézzünk egy komplet példát, modellezési példát. Most csak a parancsoknak az ismerkedéséről volt szó ebben a videóban, megnéztük az alapokat, később pedig egy példán keresztül, hogy mire is használhatók és hogyan fogjuk megnézni. Hát akkor is legyetek itt velem, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és mindenkinek jó modellezést, sziasztok!